talán a hullám mennek benne erre, de jön! Arra a baró, tud-e csatlakozni a buszba, ez a kérdés, hogy valószínűleg meg tudnak menekülni, az lövészek kezdenek el egyvégezni az alsó ösvényen, ott jön ki a dolvihar, és fel is fogta húzni, hogy meghal. Endless rabaró fejezőbe, és jön vissza Bene, jön egy teleport, és itt van már, tovább befelé kell menni, de feselni, el tudna menekülni, azt mondja, igen, tudta egyenlíteni, és még visszadobja, de ott volt egy oldás, hullám, hogy befejezték már is. Hát a VS ki tudta ezt hozni számukra, jóval pozitívabban, mint a Virtu, vagy esetleg Pesóik felé szeretnének menni, White Shady a célpont, elhasználja vadonszabát, de ledőlt a második, oh! Kettős gyilkosság, egy darab vonzás hullám, és Rassiel a világ ellen, még összetöri a stopper órát, de a minionok közben ütik a Nexus első meccset, a Wanderszegi Sports húzza be. Szerintem nagyon jó Szejuani, nem véletlenül az ő páncia, White Shady az ellenséges kivásárlás, három ember fog eltalálni, Rassiel a sűrűjében, de nem tud megölni senkit, viszont most dobta utána a csapatának Kudo azt a Szejuani három gyilkosságot már begyűjtött a Békés Csabai Esport 4-5, itt van Vazier, aki meg fog halni, Jabutikabában nem tudták megváltani a világot. Miközben itt nagy a buli, itt nagyon nagy lesz a fájdalom. Ja, és megérkezett, Pesó, ki kell villannia a lélek gömböt Vaziernek, vissza tud-e menni, nem hiszen jó volt a kábítás, még könnyen ott hagyhatja a fogát, azzal, hogy túlvállalta magát a csábítás. Kinél landol a kill végül? Pesó tudta begyűjteni ezt a gyilkosságot, 2-0-ra megy a B. Trenzi, és egy újabb dive, jó volt a megakasztás, mennek befelé, hármas szintű az Ululu, itt van közben a túlvilági hívása, elvitte Lulut és megy utána rögtön is, be tudja fejezni, Matebuffot nincsen rend elérhető az Itornak, és még két autót, akár pedig bőven nem volt ideje, de itt van mi, rögtön jön rá a kifázás, és vissza is kell ugrania, a pici bóemberré az a Kalissa, akinek ugrania kell, jön egy kávítás, és ott van mi, megjelent és eltüntette le, shutdownolta az Itort, Putiniuk kell, meg tudja menekülni innen Frenzék, nem hiszem, viszont tudott egyet válaszolni Szeku, és így könnyen lehet, hogy túl fogja élni, Frost viszont nem meghal, de tudott közben Galul szépíteni egy killel, mennek tovább, viszont megjött Mét, mire képes Galul, ez itt a kérdés, hát semmire nem fog tudni elhozni senkit, és double killel már te. Na majd ezt elmondom, meg itt egy pörk. Mét is jött a vadon szava, benn van két játékos, benn van Frost, jön a Kovács is nehívás, felelte robbantani valakit, nem, több emberes fellök is, még senki nem halt meg, most Frost az első áldozat, megy be közben Galul. Meghalt Lagolinas, de közben Galul is, és válaszol a Lenovo Legion Honvéd. Kalissa még mindig él, és egyedül van Matebuff. Ezzel pedig könnyen lehet, hogy a mérkőzésnek is vége, hiába küzdött hősiesen a KMK. A Lenovo Legion Honvéd early lead-jével végül nem tudtak mit kezdeni, és 32 másodperc alatt könnyen befejezik a Honvéd játékosok ezt a mérkőzést. Ők nyerték a BO3 első. És talán a húzás, talán egyébként a szomorú múmia árka, de kevés életerővel rendelkezik, viszont a Lagoni ezt is lehet bűnteti, válaszolni tudott rögtön Frenzy, Matebuffot is eltették, lámoló befelé megy Lilia, és az adalító altató nem fogja megmenteni őt. Tud-e Frost lopni, vagy akar-e lopni, befele megy azzal a maokája a Szekú, több emberes lefogás, úristen, hát mi történik a KMK-val, végigállják Matebuffnak az ultiát, de ez már nem a Lethality Misfortune, ott van a lefogás, meg kell tisztulnia, de jön Frenzy, meg fogja találni, és Mate a világ ellen el tud-e menekülni, vagy nem, bedive-olja Frenzy, hát ez nem az Eclipse-es Hecarim, menekülni kell a megpecsételt sorsa, de valamikor vissza kell térni a testbe, és ezzel könnyen lehet, hogy a Baron erősített Lenovo Legion Honvéd bevárja a minionokat, és Hexasi hiába élet fel, be fogják fejezni a mérkőzést, és 2-0-ra megverik a KMK-t.